Sziasztok, üdv az Old School Garage-ben. Nézzük meg, mi van ezek mögött, az ajtók mögött. Aha, nézzük csak. Na, ez micsoda? Na, mit találtunk itt? Ki tudja, hogy ez milyen autó? Steyr Fiat. Motorháztető zárva van. Mindjárt kinyitjuk, ha ki lehet. Akkor belülről nyílik. Nézzük csak meg ezt a gépjármű csodát. Cuki kis tükör. Készültem, kivételesen hoztam magammal lámpát. Ez egy kombi kis autó. Úgy néz ki, tele van alkatrésszel is. Gumi az lapos, már biztos itt van egy ideje. Ha. Nézzétek, tök jó. Ahogy látom, van benne alkatrész bőven. A régi magyar rendszám rajta. Úgy néz ki, hogy valaki lefestette ezt az autót valamikor, abból kiindulva, hogy odáig lett lefújva, már nem vették ki belőle az ablakot. Egy-két dolog hiányzik róla, az ablaktörlőlapát, viszont az ajtó innen nyílik. Remélem jól látható a videón is minden. Sajnos nem a legvilágosabb van. A jó kis bench seat, úgy hívják angolul. Hát a régi időben még másabb volt. Nem távolították el az emberek egymást egymástól azzal, hogy középre tettek be egy nagy hatalmas dobozt, aztán minél messzebb üljünk egymástól. Na nézzük, hogy be tudunk-e itt ülni, ezen a kis szűk helyen. Hátsó ülés. Hát minden egy kicsit ki van szakadva. Teteje egész jó állapotban van, pici rozsda azért található itt a tartókon, de az nem vészes. Ahhoz képest a tetőkárpit nincs rossz állapotban. Na nézzünk, mit találunk itt. Egy biztos, az ülés nincs lefogadva. Ön is volt kezdő. Hát. Nem tudom, ki emlékszik még ezekre a címkékre, levonókra. Nos, egy valami azonnal feltűnt. Ez egy olasz autó, amit osztrákban gyártottak, mert ugye ez Steyr gyártotta. Nézzük csak. Fiat embléma. Hova tegyem már a lámpát, hogy lássunk is valamit. Nos, itt legalább tapad. Kormányváltó. Kuplung be van esve, fék nincs.
gáz nem csinál semmit, tehát valószínűleg mindenki van kötve a motortérben. Belülről, hát úgy néz ki, hogy javítgatták ezt az autót, ahogy látom. Pici rozsda, felületi rozsda itt-ott van. Tehát az óra, az Trabanté, a kilométer óra. De nem hinném, hogy ez gyári benne. Sőt, biztos, hogy nem. Mert láttam már ilyet, viszont hasonló a műszer, a kilométer óra is. Hasonló stílusú, mint az üzemanyagjelző és olajlámpa van itt benne. Ezen kívül van itt még hűtővíz. Hűtővíz és töltés. Azt mondja, hogy nézzük csak. Megnézzük, hogy kinyílt-e a motorháztető. Nem. Próbálunk valami szerszámot szerezni, és megpróbáljuk kinyitni a motorháztetőt. Sikerült kinyitni a motorháztetőt. Nos, hát a motor ugye első ránézésre csak bele lett haintva. Csak úgy, ahogy van. Se bakokra felrakva semmi. Elsőre ránézve azért annyira nagyon rossz állapotban nincsen itt belülről. Hát látszik, hogy valaki már javítgathatta valamikor. Így, hogy benne van a motor, azt se tudjuk megnézni, hogy egyáltalán átfordul-e. De végül is az illető, aki csinálhatta, az ledugózott mindent rajta. Régi fajta duda. Na, ilyet se lehet már minden nap látni, ezt a fajta dudát. Igen, itt volt a probléma. Motorháztető kábel, ez ki van húzva. Felnézve, itt azért festegették, meg próbálták rendbe rakni ezt a motort. Üzemanyag szivattyú rajta van. Hát kíváncsi lennék egyébként, hogy ez beindulna-e. De az se lehetetlen, hogy egyszer visszajövünk, és megpróbáljuk ezt a motort beindítani. Mit szólnátok hozzá? Mit szóltok a mai találathoz? Mit szólnátok hozzá, hogyha ezt az autót megpróbálnánk innen kihozni, és mondjuk életet lehelni bele? Nem ígérem, hogy a következő 1-2 hétben ez meg fog történni, de írjátok le kommentbe, hogy mit gondoltok. Megpróbáljuk ezt az autót innen kiszabadítani, megkérni a tulajdonost, hogy megengedi-e, kihozzuk, megpróbáljuk beindítani. Hát ha sikerülne. Nem tudom, milyen alkatrészek vannak hozzá, karburátor hiányzik róla, nincs rajta a szívócsonkon. Meg azért, tehát amikor egy motor így van egy autóban, azért ott kérdőjeles, hogy nincs esetleg megszorulva a motor. Ha nincs megszorulva, szerintem ideje lenne beindítani ezt az autót. Ha még esetleg nem iratkoztatok fel a csatornára, akkor itt a lehetőség. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, légy szíves. Köszönöm, hogy néztetek, hamarosan találkozunk. Sziasztok!